olyan gyerekeim is vannak, mint az öreg néne őzikéjében. Tehát megszületett a gyermek, ott akart nálam maradni, mondtam, hogy csak akkor jöhet, hogyha megszületik az kisgyereke. Egyébként azért szerettem a gyerekeket gyógyítani, mert felírtam a receptet, felírtam a gyógyszerre, visszajött, megvizsgáltam, és meggyógyult. A végén az anyuka megjegyezte, hogy kár, hogy nem vette be a gyógyszert. Tehát a gyerekek meggyógyulnak maguktól is. És ezért szeretek gyerekorvos lenni, mert a gyerekek őszinték, és mindent elmondanak. A könyv gondolata az a feleségemtől származik, nem én tőlem. A oka pedig az volt, hogy miután nyugdíjba mentem, és azért mentem nyugdíjba, mert a Covid járvány alatt nem tudtam elviselni, hogy az értelmiségi pedagógusok nem akarják magukat beoltatni. Eszembe jutott, hogy amit a katonaságnál a nem túl intelligens kiképző tisztünk mondta, hogy értelmiségiek, de nem értelmesek. Azért is mentem önéletrajzíráshoz, mert eszembe jutottak a gimnáziumi tanárjaim, akik azt mondták nekünk, hogy gyerekek, ha nehéz döntéshez érkeztek, akkor jussanak eszetekbe a nagy költők művei versei. Ezért én is kívülről tudom Madách Imre embertragédiájának záró mondatait. A tét tulajdonképpen mi is? A tét megszűnte a dicső halálnak. A cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja egy küzdés maga. Ez a lényege az egész könyvnek. Tehát miután kevés az idő, ezért írtam meg ezt az önéletrajzot, mert először meghalt az első feleségem. Ez annyira megviselt, hogy tulajdonképpen bolondok házába kerültem. A pszichiátriának az zárt osztályát nevezik így magyarosan. Aztán elvettem a második feleségemet, aki a Bucinak a kollégája volt, szintén gyógypedagógus. Őtől pedig megtanultam az empátiát, ami nagyon fontos dolog. Tehát beleérezzük magunkat a másik, a szenvedő betegnek a helyére. Aztán, amikor feleségül vettem, akkor gyengének érezte magát, és kiderült, hogy limfómája van, méghozzá egy olyan típusú limfómája, ami a magyar orvostudomány szerint az egész világon gyógyíthatatlan. Így meghalt a második feleségem is. Ezután úgy gondoltam, hogy érzés, szeretet nélkül nem tudok élni, és elhatároztam, hogy elveszem a harmadik feleségemet is, Jucikát. A hobbim az utazások és a zene. Kodály központban mindig olyan zenéket játszanak, amit sehol máshol nem játszanak.
így aztán nem lehet őket összehasonlítani. A másik gondolatom pedig, hogy olyan zeneműveket hallgatok, de hát ez a Kodály zenemű dolga, amiket kár volt kitalálni, kár volt lekottázni, kár volt megtanulni, kár volt előadni, akkor tettek jót, ha abba hagyták. Nobok, természetesen zenén nagy tapsot adnak, mert ő szerintük ez nagyon jó volt, szerintem nem. És aztán voltak humoros részek is, amikor az egyik betegem, hallgattam a hátam mögött, mesélt egy esetet, hogy a kanalas gyógyszert bevettem, a folyadék még ment, a kanál már nehezebben.